69-ben, tehát 45 évvel ezelőtt lettem ügyvéd, és 92-ig a Népszínház utcába egy ilyen 3 négyzetméteres kis kockóba ügyvédkedtem, és ahogy mondani szokták, a 8. kerület kerülés közepén igazi gyakorlatra tehettem szerbüntető ügyekbe. 92-től írt ez az ügyvédi iroda, Bánáti ügyvédi iroda címen, alapvetően családi iroda, jelenleg a feleségem, a fiam, hárman vagyunk, úgymond partnerek, van alkalmazott ügyvéd és van ügyvéd jelölt folyamatosan, akikkel később elég szoros kapcsolatot tartunk. Én elsősorban büntetőjoggal foglalkozom, ezen belül is a védői munkával. Tudatosan más jellegű feladatot, tehát a nagy társadalmi közéletben, politikában nem vállaltam. Az ügyvédi kamarában először a budapesti kamara főtitkára voltam, 92-ben elnökké választottak, 2006 óta folyamatosan vagyok a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, és ami nagyon fontos számomra, hogy különböző karokon, egyetemeken oktathattam az elmúlt években. Az egyik pályámat meghatározó ügy a Boráros téri hív baleset. Ez a főváros történelmének legnagyobb közúti baleset. Ebben léptem az egyik évvezetőt, majd pedig jöttek a 90-es évek, a ma már klasszikus gazdasági ügyekkel, Kordax ügy, Ebel Bank ügy, az úgynevezett Tocsik ügy, Postabank ügy, és most mint egy fél éve a miniszter úr felkért professzorokat, néhányunkat a bíróságról, ügyészségről és köztük engem, hogy az új büntetőeljárási törvény kodifikációs munkáiba vegyünk részt. Nagyon sok legendás professzorom volt, de az igazi legenda számomra az Kádár Miklós volt, a büntető tanszék vezető, Békés Imre, Györgyi Kálmán fiatal tanársegéd volt azon a tanszéken, ahol én demonstrátor lehettem. Volt egy perbeszédverseny az egyetemen, ott dőlt el, hogy a büntető jogászi pályán belül én nem ügyésznek, hanem védőnek készülök. Probléma felismerés, kiegyensúlyozottság, beszédkészség. Persze, hogy az RT-re jártam.